20 millió dináros támogatással IT-központ épül Magyarkanizsán. A község a Szerb Innovációs és Technológiai Minisztériumnál pályázott sikeresen. A központ a legmodernebb európai előírásoknak is megfelel majd. Programozó képzéseket tartanak majd benne. Szabadka is csatlakozott az autó nélkül az érettségi bára elnevezésű akcióhoz. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség kampánya főként arra hívja fel a figyelmet, hogy szórakozás után ittasan, fáradtan ne üljenek a volán mögé. Két személy elhunyt vasárnap éjjel egy közlekedési balesetben Belgrádban. A helyszínre érkező mentősök már csak a halálbeálltát tudták megállapítani egy 25 és egy 30 éves férfinél. Két 40 év körüli személyt, egy férfit és nőt a sürgősségi osztályra szállítottak könnyebb sérülésekkel. Lego robotok programozásában tartottak versenyt Szabadkán, a nemzetközi verseny idei szerbiai nemzeti döntőjére 45 csapat nevezett be. Az általános és középiskolás versenyzőknek 5 hónap állt rendelkezésükre, hogy csapatukkal elkészítsenek egy robotot az előre megadott funkciók szerint.